Sziasztok, a mai alkalommal a saját hangszeremet fogom nektek bemutatni. Ez egy 7 húros Crowe Telecaster formájú gitár, ránézésre a világ legegyszerűbb hangszere. Egy darab hangszedő, egy darab hangerőpoti. A teste fekete dióból készült, a nyaka jávorból van, ahogy a nyakon található szegély is, ébenfa fogólap, valamint a fej hátulján lehet látni egy habos jávor réteget, ami nem csak jól néz ki, de a fej stabilitását is biztosítja. A hangszedőről annyit, hogy jelen pillanatban egy Dimarzio D-Sonic 7-es van benne, előtte egy Sublime szedő volt benne, amit kicseréltem, ugyan, viszont mindenkinek tudom ajánlani, és egyébként az is szintén magyar gyártmány. A hangszedő egyébként felezhető, méghozzá ezzel a mozdulattal. A hardware-ről pedig annyit érdemes tudni, hogy mind a hurláb, mint pedig a kulcsok, azok gotok gyártmányúak. Már nincs is más hátra, mint hogy megnézzük, hogy hogy szól. Ez alkalommal a már egyszer bemutatott Pod X3 Live-val, illetve ezzel a kis szerkezettel, ez most jelen pillanatban az erősítőm, ezzel a kis szerkezettel fogunk meghallgatni, hogy hogy szól. Ez egy Electro Harmonix 44 Magnum végfok, amit egyébként a gitárinfóból lestem el, és azért vettem meg, mert láttam, hogy a Vackor Mikinek is ilyen van, és nagyon megtetszett, főleg azért, mert elfér a zsebemben. Kóca, kasin, kóca, életben. Egy kóta katókó. Kezdjem így? Kóta kacintá. Köszönöm, lehet. Várjál, nem lehet. És tessék. És tessék. Lehet. Beleböfög a tessékbe ez a barom. Na figyelj. Na, lehet.